Arató Gergely képviselő úr szólhat, parancsoljon. Tisztelt ház, hagyj kezdjem avval, hogy örülök, hogy Kósa képviselő úrral most már abban egyetértünk, hogy a sör és üdítőpiac szabályozása az nem elsősorban a gonosz külföldiek és a jó hazaiak közti különbségtétellel fogható meg, hanem valóban itt egy piacszabályozási lépésről van szó. Egy olyan típusú kereskedelmi gyakorlatot kíván visszaszorítani a törvényjavaslat, legalábbis formálisan, erről majd később mondok néhány szót, amelyikben ugye az történik, hogy a nagy sörgyártók és üdítőitalgyártók kizárólagossági jogért cserében szereznek meg, vagy adnak kedvezményeket a forgalmazóknak, mondjuk vendéglátóipari helyeknek. Ez a gyakorlat régóta kifogásolt, annyira régóta kifogásolt, hogy a gazdasági versenyhivatal is vizsgálta ezt a gyakorlatot, megállapodást kötött a nagy sörgyártókkal, aminek végrehajtását két nagy gyártónál, a Borsodinál és a Drehernél januárban ellenőrizte, és visszaigazolta, hogy a vállalásaikat a sörgyárak teljesítették. Lehet azt mondani még ettől, hogy ez a gyakorlat továbbra is versenykorlátozó. Szólnak amellett érvek, én ezeknek egy jó részét hajlamos vagyok osztani, hogy akár foglalkoztatási szempontból, akár a választékbővítés szempontjából van egyébként értelme annak, hogy ezt a szabályozást szigorítsuk, hogy egyértelmű, világosabb szabályokat fogalmazzunk meg, és hogy visszaszorítsuk ezt a kizárólagos gyakorlatot. Most őszintén szólva, engem kevésbé a sörgyártói szempontok érdekelnek. Fontosabbnak gondolom azt, hogy garantálható legyen egyébként egyrészt a versenynek a tisztasága, ami érdeke a fogyasztóknak, hiszen ebben az esetben van módjuk ár-minőség alapján választani a termékek között, másrészt pedig abban az értelemben is védjük a fogyasztókat, hogy egyébként legyen egy olyan választék, vagy támogassuk, legyen egy választék, amiből választhatnak. Nyilván ez személyes vagy ízlés kérdése, de magam kedvelem azokat az országokat, ahol széles sörválasztékból lehet választani. Éltem egy ideig Belgiumban, és ebből a szempontból ez is egy nagyon pozitív példa. És szerintem egyébként, ugye itt mindig ebben a parlamentben sokat beszélünk a bor kultúra kulturális szerepéről, azért van sörkultúra is, és van a sörnek, vagy a sörgyártásnak is kulturális szerepe, aminek egyébként ugyanúgy részesei mondjuk a Dreher, ami maga is jóval több mint 100 éve működik, mint amire az újonnan alakult, vagy hagyományos technikákat továbbvivő kis sörgyártak, vagy kézműves sörgyártók ennek részei. Tehát ez mind rendben van. Erről lehet beszélni. Két aprócska baj van, drága képviselőtársam, ezzel a javaslattal. Az egyik javaslata, hogy ez elénk került. Egy költségvetési megalapozó törvényben, miközben a költségvetés, hát őszintén szólva, csak ilyen népmesei fordulatokon keresztül lehet kapcsolatot teremteni, tehát magyarán költségvetési, kiszámítható közvetlen költségvetési hatása nincsen. Másrészt pedig ez azt is, annak még a megalapozó törvénynek is úgy, hogy képviselő indítványként került be, egyébként úgyhogy semmi köze nincs ahhoz, amiről addig az a törvény szólt. És természetesen egy képviselőnek joga van benyújtani módosító indítványt, ezt senki nem vonja kétségbe. De azért, amikor egy komplett piacot kíván az országgyűlés átrendezni, bármilyen tisztességes szándékból, akkor az elvárható lenne, hogy ezt úgy tegye meg, hogy időt hagy arra az országgyűlésnek, hogy ezt megvitassa, és előtte lefolytatja azokat az egyeztetéseket az érdekeltekkel, nem csak a kicsik képviselőivel, de a nagyok képviselőivel is, meg a vendéglátósok képviselőivel is, ahol ők elmondhatják az érveiket, és az országgyűlés megfontolt döntést tud hozni. Másrészt pedig azért látjuk azt, hogy ez a rendszer, tudják milyen a szovjet törpe, hát jó nagy, tehát ez a szovjet törpékre van kitalálva, azokra a kisgyártókra vannak kitalálva, akik nem is olyan kicsik. Egyiket már képviselő úr már említette is, azt felejtette el csak megemlíteni, talán helytelen módon, hogy a sajtóhírek szerint legalábbis a Matolcsi családnak van érdekeltsége ebben a sörgyárban. A másik pedig az általam emlegetett csikisör, mert ugyan persze tudjuk, hogy a csikisör Románia területén működik, de hát ettől még nyertese lesz ennek a törvényjavaslatnak, mert hogy úgy van kitalálva a törvényjavaslat, hogy akkor már nem kizárólagosság a kizárólagosság, hogyha mellette beenged 20%-ban egy kézműves sört az adott vendéglátóipari egység mondjuk. És kik lesznek azok, akik meg fognak tudni jelenni?
azok az egyébként éppen a kisüzem felső határán mozgó, nem kézműves, ezek sörgyárak, csak kisebb sörgyárak, akik innen kezdve egyébként majd hozzáraknak, megkötik az alkukat a multikkal, és majd innen kezdve nem egyféle sör lesz, hanem kétféle sör lesz ezekben a vendéglátóipari, vagy a két forgalmazó sörre lesz. Tehát magyarul piacot kapnak ezek a sörgyárak, véletlenül pont azok, akikkel önök rendkívül jó politikai kapcsolatokat ápolnak, és egyáltalán nem biztos, hogy a valódi kézművesek lesznek a nyertesei ennek. Végül a hátramaradó, fennmaradó időben hagy beszéljek röviden a kataszabályozásról is. Bocsánat, még egy mondat a sörügyben. Tehát magyarán, vegyék ki ezt a javaslatot innen, és hozzák be külön törvényként, és tárgyaljuk meg tisztességesen. Akkor akár támogatni is hajlandóak vagyunk, mert akkor például tudunk módosító indítványt beadni hozzá, amit most nem lehet. Ami pedig a másik, ugye ez a kataügy. Most már nagyon kevés időm marad, úgyhogy csak nagyon röviden mondanám el, hogy ismerjük ebből a szempontból a pénzügyminisztérium gondolkodását. Ülnek ott egyébként kiváló szakemberek, és nem bántani akarom őket, a mi időnkben is ültek. Ezek mindig kiszámolják, hogy az ilyen általányadók, meg kisadók, azok elméletben mennyi pénzt vesznek ki a költségvetés zsebéből, mert ha ugyanennyi bevételt egyébként teljes koszteherként megfizetnek, akkor milyen sok pénz folyna be a költségvetésből. Most is kiszámolták, be is állították a költségvetésbe egyébként ezt a forrást. Az csak a baj, hogy ezek az adók ilyenkor sosem folynak be. Mindig az a helyzet, ugye ezt a játékot már eljátszották egyszer az EVA-val, amit gyakorlatilag megszüntettek, ugye lehetetlenítették a igénybevételt, aztán behozták a katát, mert rájöttek, hogy nem folyik be a bevétel ilyen módon. Ezeknek a kisvállalkozói általány adózásoknak az az értelme, hogy egyébként azokban a szektorokban, amik praktikusan nagyon nehezen megfoghatóak, ezekben a szektorokban is folyjon be adóbevétel. És megint csak lehet azt mondani, hogy ez egy nem jó szabályozás. Lehetne arról vitatkozni, hogy mi a megfelelő módja a szabályozásnak, de nem úgy, hogy így kerül be módosító indítványként a parlament elé. Köszönöm szépen!